Magyarországon az utánpótlás és felnőtt csapatokat is beleszámítva 40 baseball klub működik. Az egyik biztos bástya már több mint 20 éve a nyugat-magyarországi kistelepülés János Somorja. A baseballosoknál is megkezdődött az új szezon, és a János Somorja Rescos csapatai itthon, Ausztriában és Horvátországban is igyekeznek helytállni. Két csapat játszik, és úgy van, hogy van egy védekező és egy támadó csapat, és a támadó csapatban egyesével jönnek az ütőjátékosok, a védekezőknél pedig 9 ember védekezik egyszerre, és ez úgymond ilyen játékrészenként cserélődik, és egy meccsen 9 ilyen játékrész van. Hát a lényege tulajdonképpen elütni a labdát és pontot szerezni. Gyakorlatilag a gyerekek, ahogy megtanulnak beszélni, ez az első, amit betéve tudnak a nyugati határnál lévő Győr-Moson-Sopron megyei 6500 lakosú János Somorján, mégpedig a baseball szabályait. Mert hogy itt 1997 óta ez az egyik alapsportág. Többek között a szomszédos településen élő Fekete Csabának köszönhetően, aki annak idején barátaival közösen egy bemutató játékot követően eldöntötte, hogy bizony ők baseball játékosok lesznek. Mi bősákányi lakosok vagyunk, oda érkeztek bemutatót tartani, ott kezdtük el, és így hát a baráti kör János Somorjai volt, és így elterjedt ez a, hogy hát ők mi baseballozunk, akkor ők is baseballoznak. Egyre több gyerek és egyre több fiatal csatlakozott, és mindenkit megfertőzött a baseball János Somorján és környékén, és valahogy mindenkinél így kezdődött, ahogy a most 14 éves Mónikánál. Van két bátyám, és ugye ők 6 éves koruk óta baseballoznak körülbelül, és mikor megszülettem, utána talán fél évre rájöttem ki anyukámékkal babakocsival, és úgy csöppentem bele. Tényleg mindenki baseballozni akart, és 2001-re feljutottak az NB1-be. Gombamot szaporodtak a klubok a környéken is akkoriban, de aztán amelyik nem foglalkozott az utánpótlás neveléssel, az megszűnt. De nem úgy János Somorján, ahol mindig is nagy hangsúlyt fektettek erre. Most is 45 gyermek baseballozik jelenleg a János Somorja Rescosnél. Jelenleg most van egy U10-es korosztályunk, egy U12-es, egy U14-es és egy felnőtt csapat. Az U10-12 és 14, az osztrák ligában, tehát az ausztriai ligában játszunk. Itt a logisztika miatt, tehát nagyon közel van a határ, és mondjuk a bécsi csapat, aki a legmesszebb van, az 90 km, és nagyon sok csapat van persze, amivel nagyon jó mérkőzéseket játszunk. Velük már a harmadik éve vagyunk az osztrák ligában, tehát úgy néz ki, hogy beilleszkedtünk. A hazai bajnokságban ugye van egy NB1-es osztály, NB2, NB3, és ugyanúgy megvannak a gyerek ligák. Ott az U12-ben veszünk részt a hazai bajnokságban. A felnőttek első ligába való menetelése mellett az utánpótlás korosztályban is egyre több sikert értek el a somorjai gazvickók, és ehhez 2000 óta japán edzők segítségét is kérik. Áprilistól a helyi edzők mellett ismét két japán játékos irányítja a fiatalok edzését, és alapemberei az első csapat keretének is. A 19 éves Hoda Usukit és a tapasztalt Michihiro Koizumit igazolta le a klub. Koizumi Tokióban született, 8 éves kora óta játszik. 20 évesen hagyta el Japánt, az Egyesült Államokban játszott egyetemi, majd profi szinten, most pedig egy 7 hónapos szerződést írt alá a János Somorjával. Nagyon szeretem ezeket a gyerekeket, rengeteg energia van bennük, és én is próbálok minél több energiát fordítani rájuk, hogy minél többet segíthessek nekik a baseballban. Kíváncsiak voltunk, melyik stílust érzi magáénak, az ázsiait vagy az amerikait. Én egy igazi kombinációja vagyok a két stílusnak, mert Japánban nevelkedtem, ott tanultam meg az alapokat, de Amerikában játszottam 10 évet. Nagyon szeretem mindkét stílust, Japánban kőkeményen edzenek és szorgalmasan készülnek, Amerikában viszont nagyon élvezik magát a játékot, és én a kettő ötvözetében hiszek. A sok munka és a japán edzők segítsége az évek alatt meghozta a gyümölcsét. János Somorja a régió stabil baseballos központjává vált, és persze ősztől tavaszig sincs megállás. A gyerekeknél U12-es második helyzet, az U10-eseknél első helyzet, tehát elég sok kupánk van. Téli terembajnokságok is vannak, ugye télen sem áll meg az élet. Akkor terembe kényszerülünk, egy picikét egyszerűbb szabályokkal, de ott is bajnokságot játszunk, tehát ott is vannak kupagyőzelmeink. A tavaszi szezon március végén a magyar kupa selejtezőkkel veszi kezdetét, majd beindulnak a bajnoki fordulók és a gyerekbajnokságok is, mindenkibe kapcsolódik a munkába. És ez meg sem áll nyár végéig, ott van egy kis szünet, és utána kezdődik a rájátszás. A 15 fős felnőtt keret a magyar kupa mellett a hazai NB1-ben is játszik.
A felnőtteknél voltunk kétszeres magyar kupa győztesek, a bajnokságban két ezüstérmünk van, sajnos még a bajnoki címet nem tudtuk megszerezni, remélem idén sikerül. Ezen kívül a felnőttek az Interligában is törekszenek minél előrébb jutni. Ez a déli Interliga, ugye a horvátok elég jó alcsoportosok a baseballba, ugye a Magyarország az C-csoportos, tehát egy alcsoportos klubokkal játszunk, ez nagyon erős bajnokság. Az idei nyári szünet pedig mozgalmas lesz, ugyanis júliusban Magyarország rendezi az U12-es Európa-bajnokságot, és János Somorja apraja nagyja segít a budapesti rendezésben. Szóval itt még mindig megáll a kicsi a bors, de erős tétel, és főleg nem unatkozik, mert baseballozik. János Somorjához már hozzákapcsolódott ugye régóta a baseball, én úgy gondolom, hogy már ide tartozik. Attól függetlenül egy gyűjtő, nem csak János Somorjaik vannak itt, hanem itt a környező faluból vagy városokból is jönnek játszani, tehát gyűjtő lettünk, tehát egy gyűjtőklub.